rögtön az első két hétben zárult egy nemzetközi, tehát egy Európai Uniós pályázat, TOP Plus pályázat. Ez egy barna benzős beruházás Szent Ivánon. Van egy ipar, az iparterületen van egy önkormányzati telek, amelynek ugye a kétharmada meddőhányó, tehát egy rekultivációra szoruló terület, hogy hasznosítható legyen, mint iparterület, és erre adtunk be pályázatot. 300 millió forint értékű maga a pályázat. Hát nagyon szeretnénk, hogyha sikeres lenne, mert akkor azt a területet rendbe lehet tenni. A 2022-es évben 4 milliárd 113 millió forint összeggel gazdálkodhatunk, ami 618 millió forinttal magasabb a tavalyi összegnél. Ez részben az intézmények normatíva emelkedése miatt, részben a Szent Erzsébet otthoni étkeztetés átvétele, a tervezett adóbevételek növekedése, az emelkedő infláció, valamint a pályázatok ingatlan vásárlások okán nyújtandó fedezet miatt is magasabb. Kiemelve néhány fontosabb elemet a költségvetésből, azt ígértük, hogy a ciklus végén megduplázzuk a civil szervezetek támogatási keretét. Minden évben, mint ahogy eddig is, minden évben fejlesztünk valamit a szinte az összes intézményeken, tehát vannak intézményi beruházások az óvodában, a bölcsődében, javítások, felújítások, illetve kisebb-nagyobb fejlesztések, ezeket mind-mind beterveztük. Emellett saját erős beruházásban megvalósítunk kisebb-nagyobb felújításokat, útépítéseket, útjavításokat, tehát ezekre mind-mind megteremtettük a forrást, illetve a Solymári Település Üzemeltetési Kft.-n keresztül teremtettünk erre forrást. De nagyon érdekes az, hogy napjaink közbeszédében egy ilyen divatos hívószóvá vált ez a Schwab-ház, apró hirdetéseknek egy ilyen hívószava, vagy ilyen csalogatója lett, és ezért internetről ugyancsak levettem egy ilyen apró hirdetést, amelyik Kátolyban jó állapotú Schwab paraszház eladó címmel jelent meg. Hát a házról sok minden elmondható, de az, hogy ez tényleg Schwab-ház, az a legkevésbé.